Sok szeretettel köszöntök mindenkit, kedves zuglóiakat és a zuglói tévé nézőket. A Droghálójába című műsorunkat látják. Ennek ebbe az évbe az első adását, amit sajnos itt tudunk lefolytatni, hiszen a járványügyi helyzetre való tekintettel nem tudunk személyesen találkozni, de a technika csodás, és megoldottuk ezen a felületen most újból a felvételt. Nagyon sok szeretettel köszöntöm az Álmos Vezér Általános Iskola és Gimnáziumnak a tanárait és növendékeit, akik most az ő jelenlétükkel szintén emelik a Droghálójába című műsort, és egy filmről fogunk majd beszélgetni. Először is szeretettel köszöntöm Mestyakné Kovács Esztert, az Álmos Vezér Általános Iskola és Gimnázium pedagógusát, valamint Lukács Júliát, szintén az iskolának a pedagógusa, és egyben a 9. évfolyam két osztályfőnöke is. Szeretettel köszöntöm a 9. évfolyam osztályaiból, A-ból is és a B-ből is, a megjelenteket, Somodi Flórát, Nagy Bettinát, Szó Mersét, Schlitt Boglárkát, Nagy Balást és Tóth Dávidot. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Ennek fényében én itt virtuálisan szeretném átnyújtani Zugló önkormányzata nevében két oklevelet, amit a Droghálójába személyesen szerettem volna átadni ebbe a műsorba, de most így tudjuk megtenni virtuálisan. A Zuglói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum annak idején pályázatot hirdetett meg középiskolások részére, mégpedig a tőled függ videópályázati anyagoknak a feldolgozásánál. Ez a két osztály remekelt a legjobban. A 9. A osztály nyerte a fődíjat, egy mozilátogatást, remélem, hogy el tudtok majd menni hamarosan erre a filmre, és a 9. B osztály nyerte a másik díjat, és ezt is nagyon remélem, hogy mielőbb át tudjuk adni, és az osztály méltán meg tudja ünnepelni ezt a díjat. Ezúton is nagyon nagy gratuláció, és köszönöm szépen, hogy ennyien feldolgoztátok a filmet, és remélem, hogy hasznos volt a továbbiakban nektek. Akkor szeretnék először a tanárokhoz kérdéseket föltenni. Ugye a film, eddig én úgy tudom, hogy két filmet is megnézett a 9. osztály, mind a két osztály, úgyhogy kedves Eszter, az első kérdésem hozzád az lenne, ugye azért tegeződök a tanárokkal, mert már régóta van munkaviszonyú, hogy kettő nyertes filmet is megnéztetek a gyerekekkel. Hogyan élted meg, mint pedagógus, az osztállyal való feldolgozást? Köszönöm szépen. Tehát hozzátartozik a válaszomhoz az, hogy a filmeket mi már ilyen online találkozás formájában dolgoztuk fel, tehát nyilván sokkal könnyebb, meg jobb lett volna beszélgetni úgy ezekről a filmekről, hogyha jelenléti oktatás van. Ugyanis így azért az a tapasztalatunk az online oktatással kapcsolatban, hogy bár most is így látjuk egymást, de hát ha belegondolunk, hogy mondjuk 34-en vannak, vagy 36-an egy osztályban, akkor nem jut mindenki egyenlő szóhoz egyrészt. Másrészt pedig az ilyen online beszélgetéseknél az a tapasztalatom, hogy inkább ilyen monológ jellegű megszólalások tudnak lenni, tehát nem jön létre igazi beszélgetés sajnos. Tehát hogy ezt azért így előjáróban hozzátenném ehhez a feldolgozáshoz.
Ugyanakkor viszont azt kell mondanom, hogy mi először az osztrák főnöki órán, amikor erről decemberben, ugye decemberben találkoztunk Igen. vele először, akkor a Tőled függ című filmet néztük meg elsőként, és arról beszélgettünk, és számomra az volt a meglepő, hogy a gyerekek, tehát kilencedikesek még, ugye, most kerültek a gimnáziumba, tehát alig jártunk 2,5 hónapot az osztályban, tehát még nem is nagyon tudták egymást igazán megismerni, nem volt gólyatábor, gólyabál, ezek most mind hiányoznak, de ugyanakkor viszont elég, hogy is mondjam, tehát, hogy olyan beszélgetés tudott a végén azért ebből lenni, ami azt jelentette, hogy bíznak egymásban, egyrészt. Másrészt, ami számomra meglepő volt, az, hogy mennyire egészségesen állnak ezek a gyerekek, úgyhogy így meg is nyugodtam hirtelen, hogy milyen jó kis osztályom van, mert hogy olyan nagyon egészségesen állnak ehhez a témához, hogy valahogy a mi beszélgetésünk egyébként rögtön afelé tolódott, amiről szerintem ma itt lesz is szó majd, hogy mit tudunk tenni azokért, akik erre felé sodródnak, vagy valami problémájuk van, és hogy milyen módon lehet nekik segíteni, kihez fordulhatnak, mit lehet esetleg osztálytársként is nyújtani nekik. Tehát ez nagyon-nagyon-nagyon jó élmény volt nekem, és nagyon megnyugtató volt, hogy úgy tűnik, hogy ilyen szempontból például ez az osztály így rendben van. Ez nagyon megmutató, és köszönöm szépen a választ. Köszönöm. Júli, szintén ezt a kérdést szeretném föltenni, hogy te neked milyen volt ez az élmény, és mit tapasztaltál? Nagyon szépen köszönöm. Minden évben szoktunk drogprevenciós foglalkozást tartani, osztályfőnöki órákon is, és egészségnapon is. A rendőrség részéről Sebőkné Barad Márta törzszászlós asszony tartott színvonalas és hasznos előadásokat eddig. Az online oktatás, ahogy az előbb is hallottuk, teljesen átírta az éves tervet. Ezért nagyon örültem ennek a lehetőségnek, mert fontos, hogy a gyerekeket tájékoztassuk ebben a témakörben. A digitális oktatás felületén a Kréta oldalán tartottam az órámat. Ez már a második film volt, amit megnéztünk és elemeztünk. Most általában beszéltünk a kábítószerekről, megjelenési formáiról, hozzájutásáról, hatásáról, utána szűkítettük a parti drogokra, majd megtekintettük és elemeztük a nyertes művet. A nagyon érdeklődő hozzászólások voltak, hihetetlenül sokoldalú ismeretekkel rendelkeznek a gyerekek, és én úgy érzem, hogy a hozzászólások alapján az egymásra vigyázás, a felelősség egymásért, az tükröződött főként a válaszokban. Én úgy gondolom, hogy sikeres óra volt. Igen, köszönöm szépen a választ. És akkor, ha mielőtt tovább megyünk, még két kérdésem lesz a kedves tanárnökhöz, nézzük meg együtt a filmet. A következő, aki második díjat is elnyerte, és akkor utána erről a filmről fogunk beszélgetni tanárokkal és a gyerekekkel is. Következő kérdésem Eszter tanárnőhöz lesz. Mi volt a gyerekek reakciója általánosan a témával kapcsolatban? Mit tapasztaltál?
úgy tűnt, minthogyha, tehát mi nem beszéltünk egyébként magukról a drogokról ennyire részletesen. Tehát én most erre nem volt idő meg lehetőség, meg nem erre helyeztem a hangsúlyt, hogy most ilyen felvilágosító órát tartsak arról, hogy milyen drogok vannak, és hogy ilyesmi. Tehát az általános tapasztalatom az volt, hogy maguk a gyerekek, amit az előbb is mondtam, hogy a gyerekek vitték a felé inkább a témát, hogy mintha szinte azt mondták volna ki nekem, hogy most ne is arról szóljon ez a dolog, hogy hogyan reklámozunk egy ilyet, tehát hogy milyen drogok vannak és mit lehet használni, hanem hogy milyen, egyébként az első film is egy kicsit arról szólt, hogy milyen élethelyzetbe kerül valaki, aki ahhoz nyúl, tehát hogy ilyen pótszerekhez nyúl, és igazából, tehát nálunk ez volt a fő motiváció, hogy erről beszéljünk, hogy azok, akik ilyen élethelyzetbe kerülnek, azoknak milyen más lehetőségeket lehet nyújtani, hogy ne az legyen az első, hogy meg a második se, meg a harmadik se, hogy mondjuk valami ilyen eszközhöz nyúljanak hozzá. Jó? Én most azt nem szeretném lenőni konkrétan, hogy a gyerekek magáról a filmről mit mondtak, jó? Mert azt majd elmondják a gyerekek. Jó. Jó, és akkor Juli, tőled kérdezném, hogy hogyan fogadták a diákok ezt a filmet? Nagyon érdekes, mert az első reakció az volt, hogy nagyszerű vágások vannak benne. És hogy figyelemfelkeltően használták a színeket. Ugye ezeket az élénk, főként piros színt nagyon erőteljesen láthatjuk a filmben. Utána a diákok szinte maguktól elemezték az alkotást, tehát megbeszéltük a helyszínt, a szereplőket, kitértek annak képi, írásos, illetve szóbeli közlésére és a mondani valójára. Nagyon rövid a mű, de úgy érzem, hogy részletes lehetőséget nyújtott arra, hogy elmélyüljünk benne, tehát miért ennek a korosztálynak szól, miért ez a típusa veszélyes ennek a kábítószernek, hogyan menjenek akkor idézőjelben szórakozni, már hogyha lehet és nem lesz COVID. Tehát gondoskodjanak egymásról, picikét tartsanak össze, figyeljék egymást, és ne hagyjanak hátra senkit. Meg hát persze az italokat figyeljék főként. Tehát annyira részletesen mondták rögtön a gyerekek a filmről, ami eszükbe jutott, hogy szinte irányítani is csak egy picikét kellett ezeket a gondolatokat. Köszönöm szépen! Én is köszönöm. És akkor most engedjétek meg, akkor most... Azt a PPT-t berakjuk, jó, levetítjük, ez egy 5 másodperces, így a gyerekek is fel tudják eleveníteni a filmet, és nagyon szépen köszönöm az osztálynak, hogy elküldtétek ezt számunkra. Igen, és akkor itt is van, remélem, hogy látható. Látjátok? Igen. Jó. Na, akkor ezt. Borf Gergely készítette. Köszönöm szépen, nagyon lényegre törő és összefoglaló láttunk. A technika, az én fiam is elég jó PPT-ket tud már készíteni online formában. Jó, akkor most Buglárka tőled kérdezném, először az első olyan kérdése lenne, hogy szerinted miért lett nyertes ez a film? Szerintem azért lett nyertes ez a film, mivel... A fiatalok is ugye szeretnek bulizni, otthonról eljárni.
Ugye a Covid miatt ez most kicsit jobban megszűnt, sőt, konkrétan nincs is semmi olyan, amivel így mehetnének. És sajnos nagyon sok fiatallal meg is történt az, hogy bedrogozták őket, és olyan dolgokat műveltek velük, amiket például ők nem szerettek volna. És nagyon felhívja arra a figyelmet, hogy az ilyenekre igenis vigyázni kell, és hogy oda kell figyelni arra, hogy mit, hova, hogyan csinálsz, mert a szórakozó helyeken összefuthatsz olyan emberekkel is, akik nem éppen jó dolgokat szeretnének tőled. És ezzel a kisfiam már rövid, de figyelmeztetett arra, hogy az ilyen dolgokat nem szabad. Például az italt se szabad otthagyni, vagy az ételt esetleg már bármiben rakhatnak. Még egy kólát se, ami olyan, vagy éppenséggel egy üveg vizet. Köszönöm szépen az összefoglaló, nagyon értelmes válaszodat. Akkor Nersem, szerinted ennek a filmnek mi volt, vagy mi a mondani valója? Szerintem ennek a filmnek a mondani valója az, mint általában a legtöbb ilyen figyelem felhívónak, hogy mire kell pontosan odafigyelnünk. De az adott, hogyha nem figyelünk oda egy adott pillanatban a porunkra, bármi belekeverhetnek, és az a hatása lehet a következményekre is. És épp ezért jó, hogyha társaságban vagyunk, mert amíg te nem figyelsz, a barátod figyelhet az italodra, és megállíthatja azt, akivel kever, vagy téged állíthatod meg, mi miatt beleinnál abba az italba. Én is azt gondolom, és nagyon jó, hogy így egy kortárs hangjával tudtuk ezt most elmondani, úgyhogy nagyon köszönöm neked, Mersa. Bettina, neked mit üzen a film, amikor megnézted? Számomra teljesen átjött a filmnek az az üzenete, hogy ugye mindig figyelnünk kell az italra, és hogy egy másodperc alatt keletkezhet a baj, és magunkra is figyelni kell, meg hogy a társaságban kell lenni az a legjobb, mert akkor ugye a barátokkal biztonságban vagyunk, mint hogy egyedül legyünk. Flóra, tőled kérdezem a következő kérdést, hogy szerkezeti felépítése, az hogy tetszett ennek a filmnek? Hát az első felében lehet látni, hogy az észrevetően hogyan teszik bele a drogot az italba, és a második felében pedig, ahogy észrevetetlenül van a bűncselekmény. És hogy akkor a végén hangzódik el ez az egyetlen szóbeli ilyen figyelmeztetés. És hogy figyelni kell a kezekre, mert például a kesztyűs kéz az, aki belerakta az italba a drogot, és aki pedig oda nyúl, hogy megállítsa, az pedig aki segít neki, vagy megítja meg. Értem. Milyen érdekes, hogy ilyen apróságokra is odafigyeltél, úgyhogy ezt külön köszönöm neked, mert a kesztyű például először nekem föl se tűnt, amikor én megnéztem a filmet. Balázs, tőled egy fiúhoz közel álló kérdést teszek föl, hogy a technikai megoldás mennyire tetszett a filmnél neked? Technikai része a filmnek az teljesen kifogásolhatatlan, viszont... nem annyira mélyen az üzenet nem tudott átjönni ebből a filmből. Értem. Akkor ezt az alkotónak is üzenjük majd, hogy legközelebb mire figyeljen. Jó, és akkor az utolsó előtti kérdésem jönne Dávidhoz, hogy... ha ezt a filmet megnézem, és ha tovább gondoljuk, akkor szerinted, ha valamelyik fiatal bajba van, és ezt most bármilyen kedves zuglói tévénőzőnek is talán tanácsolhatnánk, kit hívhat segítségül, kihez fordulhat szerinted? A leglogikusabb és a legjobb megoldás az alapból a szülő lenne szerintem,
de úgy annyira, aki ilyet csinál, vagy még hogy nem is, hogyha csak belerakják az italába, hanem úgy egyáltalán drogozik, ő nem annyira fogja elmondani a szülőnek, tehát az nagy bátorság kell. Szóval szerintem egy legjobb barát, vagy egy testvér az lenne a legjobb, és neki, hogyha elmondaná, és ő utána nézne, vagy valami, és akkor ő tudna neki segíteni. A videóban is úgy volt, ugye, hogy volt egy barát, aki megfogta a kezét, hogy ne igyon bele, mert látta, hogy beleraknak valamit. Szóval ott főleg szerintem a barátok és a testvérek azok, amik a legfontosabbak akkor. Értem. Nagyon köszönöm szépen a válaszodat. Nekem már csak egy kérdésem lenne, és itt bárki válaszolhat, aki úgy érzi, hogy tud a témával. Ugye a Zuglói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum azon munkálkodik már több éve, hogy itt Zuglóba eljusson a információkkal a fiatalokhoz, szülőkhöz, tanárokhoz. Egy kérdésem lenne, hogy mit ajánlanátok nekünk, hogy mit tegyünk, hogy még informálisabb, még jobban eljussanak az információk, hiszen jelent meg korábban egy zuglói KEF füzet is, ahol szervezeteket foglaltunk össze, akik ezzel a problémával foglalkoznak, hogy ezen kívül, a műsoron kívül még egy-egy mondatban bármelyikőtök válaszolhat, hogy mi az a tanács, amit esetleg nekünk tanácsolnátok. Szerintem több reklámot kéne csinálni, amik ilyen lehetnek plakátok is, ilyen rövid kis felhívó dolgok, hogy odafigyeljenek, meg egy kicsit odakapják a fejüket, mert én igazán így nem szoktam látni ilyen, ilyen. És ugye mondta a tanárnő is, hogy általában a piros színt használták, ami élénkebb volt, meg ahogy én emlékeztem, a kék is elég ki az volt, és akkor lehetne hasonló színekkel ugyanígy játszani egy plakáton például. Nagyon szépen köszönöm, figyelemfelhívó plakátok, igen, köszönöm szépen a tanácsodat. Van, akinek van-e még valamilyen tanácsa, és én mindent elfogadok, mert a fiatalok tanácsa azt hiszem a legjobb. Hát én úgy gondolom, hogy kívülállóként ebben a témában nagyon nehéz segíteni. Én szerintem a szülőknek kéne elsősorban megoldani azt, hogy úgy informálják a gyerekeket erről, ahogy az szükséges, és nem az feltétlen, hogy egyből hatalmas szigorral megtiltani minden ilyet, hanem inkább elmondani azt, hogy mivel jár, hogyha ilyet csinál a gyereke. Nagyon jó, Balázs, igen. Van is szülőképzésünk, tehát van egy ilyen programunk, remélem majd egyre több szülő csatlakozik ehhez a programhoz, és akkor talán ezzel a területen is tudunk segíteni, amit itt Balázs mondott. Köszönöm szépen. Jó, hát hogyha nincs több javaslat, ennek is nagyon örülünk, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Külön köszönöm a PPT-t, úgyhogy a kedves fiatalembernek innen is gratulálok a munkájának, tehát, hogy amit most itt levetítettünk, és tényleg nagyon színvonalas volt, és a további délutára is nagyon szép órákat kívánok, és hát ebbe a COVID-helyzetbe pedig kitartást szeretnék kívánni a tanároknak, és nektek is, diákok, úgyhogy köszönöm szépen még egyszer.